Ott, úgy, akkor és arra, amerre csak akarják. Röviden talán így lehetne összefoglalni a kerékpáros közlekedést városunkban. Hogy miért, az örök rejtély. Pedig a szabály egyértelműen fogalmaz. Kerékpárral csak az úton lehet közlekedni. Ennyi. Se több, se kevesebb. A Kressz olyat nem ismer, hogy egyébként minden biciklis azt csinál, amit csak akar. Pedig városunkban valahogyan így működnek a dolgok. Főként a főtéren, ahol folyamatosan össze-vissza a gyalogosok között cikáznak a kétkerekűekkel. Seres András közlekedési alosztályvezető szerint is rendszeresek az ilyen jellegű problémák, ezért folyamatosan igyekeznek ellenőrizni a közlekedőket. Napi téma, akár a sajtóban is, a kerékpárosoknak a szabálytalan közlekedése. Ennek apropóján valóban a városban tartottunk egy villámakciót, annak érdekében, hogy kiszűrjük a kerékpáros szabálysértőket. Ez arra terjed ki, hogy a kerékpárosok a járdán milyen formában vesznek részt. Ennek természetesen eredménye is lett, több szabálysértővel szemben kezdeményeztünk intézkedést. Egyébként ez már nem az első alkalom, hogy villám ellenőrzéssel próbálják féken tartani a szabálytalankodókat. Néhány évvel ezelőtt egyszer már mi is elkísértük a rendőröket egy hasonló akcióra, ahol a kameránkkal azt is megnéztük, adott idő alatt hányan is szabálytalankodnak. Ez a videó a 2014-es állapotokat mutatja, és a helyzet szinte semmit sem javult azóta. Hogy miért ez az összevisszaság is, hogy miért nem ott közlekednek a kerékpárosok, ahol kellene, igazából senki sem érti. Talán csak annyi van a háttérben, hogy így szokták meg? Ezt az akciót is pontosan azért szerveztük, és azért próbáljuk lebonyolítani a napi szolgáltatás során és a kerékpárosnak az ellenőrzését, elsősorban a főtéren, hiszen ott jelent ez nagyobb problémát, mert ezeknek a szabályoknak a betartása ott ugye prioritást élvez, jobban szúrja mindenkinek a szemét. Megpróbáljuk a kerékpárosokat arra kényszeríteni, ezt a szokásjogot egy kicsit átbillentsék, és a jelen szabályoknak megfelelően közlekedjenek. A jelenlegi szabály pedig az, amit már sokszor elmondtunk. Hajdunánáson kerékpárral csak az úttesten lehet haladni. Nem lehet a járdán tekerni, visszafelé menni az egyirányú utcában, a zebrán átbiciklizni, vagy éppen arra menni, amerre csak akarunk. E tekintetben egyébként várható némi változás, hiszen a város új közlekedési koncepciója szerint Hajdudoroggal közösen egy új kerékpáros útvonalrendszert szeretnének kialakítani a városvezetői. Persze az már más kérdés, hogy városunk biciklisei ezt mennyire fogják tudomásul venni. Jelenleg egy-egy szúrópróbaszerű ellenőrzés folyamán bőven van dolga a rendőrségnek. Sosem az a célunk, hogy itt bárkit megbírságoljunk, vagy megbüntessünk. Itt nekünk az a célunk, hogy a gyalogosok részére fenntartott felületen csak a gyalogosok közlekedjenek. A kerékpára, vagy bármilyen más járművel ott a gyalogosok részére fenntartott járdán, útszakaszon közlekednek, azzal veszélyeztetik valóban a gyalogosoknak a testépségét, sőt, sokszor saját maguknak a testépségét. A városközpontban azért elég sokan közlekednek kerekesszékkel, babakocsit tolnak, gyalogosan közlekednek, idősek, gyerekek, mindenki igénybe veszi ezt a formáját a közlekedésnek, amit a gyalogos közlekedés. Hogyha valaki kerékpárral a belvárosban, sőt bárhol, de mondjuk a belvárosban nagyobb a gyalogos forgalom, hogy a belvárosban részt vesz valaki kerékpárral a járdán, akkor azzal saját magának és másnak is a testépségét is veszélyezteti. Ezért tartjuk ezeket az akciókat, hogy ezeket minimálisabb szintre csökkentsük le. Talán egy személyes példával lehet a legjobban illusztrálni, hogy hogyan is közlekednek egyes felelőtlen kerékpárosok. Egy alkalommal egy szabályos babakocsival történő közúti átkelést úgy sikerült megúszni, hogy ahogyan a filmekben szokták látni, a kocsit előre lendítettük, mi pedig hátra léptünk, és köztünk suhant el az öreg néni az elektromos kerékpárjával, egész egyszerűen azért, mert nem tudott megállni. Gondolják el, mi lett volna mindebből, hogyha összeütközünk. Többek között az ilyen esetek megakadályozása miatt is szükséges a folyamatos ellenőrzés. Emellett azonban a rendőrség a többi közlekedésben résztvevőt is figyelni fogja a nyár folyamán. Az ellenőrzések nem csak a kerékpárosokra fogjuk, vagy nem csak a kerékpárosokra terjesztjük ki. Az egész városban jellemző a közlekedési balesetek, elsősorban a személyisérés közlekedési balesetek megelőzése érdekében a forgalmasabb útkereszteződéseknek a rendőri ellenőrzés alávonása. Itt főként az elsőbséggel, kanyarodással, előzéssel kapcsolatos szabálysértések kiszűrésére törekszünk, hiszen ezek azok a szabálysértések, amelyek a balesetek fő okaiként megjelölhetőek.
valamint ezzel párhuzamosan az ittas járművezető kiszűrése érdekében az ittasság ellenőrzés, ami fő prioritást élvez a tevékenységünk során. A nyár még csak most kezdődik, hosszú és meleg időszakra készülhetünk, megnövekedett nyári forgalommal együtt. Itt tehát kéretik mindenkitől, tessék a szabályok szerint közlekedni.